What the hell was that? It's a song. Song? Inek. Single. Music? Yes. That's some bad motherfucking shit. Nem kapcsolt. Menj már innen. Drága barátom, Boldizsár a konyhakést? Néhány szót meg kellene beszélni. Te, igen, oké, persze. Te mennyit kapsz itt a statisztálásért, ha? Én napi $500. Te mennyit kapsz, mondjad? Nem érteni. Kurva élet, de minden mást megértesz, ezt nem, mi? Péter, gyere! Vagyok, te mennyit kapsz itt a statisztálásért? How much, hogy van a te? Húzzon nem, Péter, majd ha megtanultál angolul, gyere vissza, jó? Mennyit kapsz? $1,000? $1,500, ha? 2000? 2000, igaz? A magyar stat az nem stat, ugye? Nem. A magyar statiszta hátrányos helyzetben, ma persze a benszülött mindig hátrányos helyzetben van, igaz? Kapi, a hazai pálya az nem előny, a kurva életben! Kapi, és kedvány! Neked is, Péter! Te is benne vagy a buliba! Én színész vagyok! Érted? És a magyar néző a magyar színészre kíváncsi! A magyar film nem eladó! Engedj már el, mi van? Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that's denied and unknown to be revealed. But I'll never know. I live my life in hiding. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat. At every turn, facing the fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. Játékos időnek vége. Már az első videómnál is attól tartottam, hogy mi lesz, hogyha majd kiég egyszer, és nem fogok tudni, miről videót csinálni. Most jön a bárányvicás pisztolyra. Elutaznánk közösen Diszlájkiába, ahol letelepednénk, és szűzlányok csontjaiból épített palotánkban éldegélnénk életünk végéig, és honnan csinálnánk közösen videókat. I've waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Nothing prepared me for but the privilege of being yours. If I had only felt the warmth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, but I wouldn't know what I was living. But I've been living for you. Your love is my turning page. Only the sweetest words remain. Every kiss is. Megcsapott az internet. Akármilyennek is a szándékaid. Marilyn egy koszos lóval soha nem fog összefeküdni. A lovas
harckocsit vigyétek jó messzire a kocsmától. Szükségem lesz 6 emberre, 6 puskával. 2 ember 2 puskával arra a tetőre. 2 ember 2 puskával arra a tetőre. Mindenki azt ad az ajtót célozza. Ja, és sokan azt hiszik, hogy ha kiköltöznek, attól tehetségük lesz. Aki tehetséges, az Magyarországon is sikeres tud lenni. Még te is. Hé, ti a kocsmába! 100 puska céloz a ház minden egyes pontjára. Tegmerz Tidánckrán! Mocsanjatok! Vége a mókának! Nyomás kifelé! Halom emberek! Semmi vész! Menjetek dolgotokra! Mit hergelitek itten a jó néped, komáim? Rémizgetitek a játékos helyet. Időnek vége. Én. Bizony, ott van a két korafi. Lődözzetek. Csak ha ők kezdik, ne könnyítsük meg a nyavajások dolgát. Hozzád olyat! Lószart nem látok ebben a zsákban. Kezdhetjük, vagy mi van? Várjatok, tökölök még a lyukakkal. Hogy rohadnál meg! Milyen elbaszott szabó csinálta ezt? Világ felesége! Akkor csináljatok magatoknak csukját! Komám, senki nem mondta, hogy nem értékeli Jenny munkáját. De ha összesen két lyukat kellene vágnom egy zsákba, esküszöm, jobban megcsinálnám! Mi a helyzet, Robert? Látsz valamit? Hát nem sokat. Ha nem mozgatom a búrámat, akkor egész jól belátom a terepet. De vakon lovagolok, mert ide-oda csúszkál a fejemen ez a vacak. Erősen. Még nagyobb lett a lyuk. Van valakinél felesleges zsák? Nincs! Képzeld, nincs felesleges zsákunk! Nyugi már, csak kérdezem. De muszáj ebbe lovagolnunk. A köcsög itt neki! Ha nem álcázzátok magatokat, mi értelme az egésznek? Nem látok ebbe a szarba! Nem kapok levegőt! Nem tudok így lovagolni a büdös isteni! Megöljetek meg! Én hazamentem! A szegény asszony egész nap dolgozott! Elkészítettek 30 csukját, ti hálátlan mocsadékok! És csak azt hallom, hogy nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye! Mostantól ne kérjetek tőlem szívességet! Te mennyit kapsz itt a statisztálásért, ha? Ne feledjük el, miért vagyunk itt! Gyerünk, leszkésztessük meg! Na jó, tele a tököm. Csukjába vagy a nékű. Úgy gondolom, és nem vagyok egyedül, hogy a csukja kedves ötlet volt. Ja. Nem mondok neveket, de tréja kivitelezés. Szóval mi lenne, ha mostan csukja nélkül, de legközelebb nagyon csecse csukjákkal nekivágunk, és minden bele! Én addig neked egy pacsak! Ási! Mondtam, hogy levehetitek! De semmit se látunk. És? Azért jó lenne látni. Az Isten fáját! Támadunk! Én sem látok, ti sem láttok! Na és? Lényeg, hogy a kurva ló lásson! Így kell támadni! Bassza meg! Elfelejtettem kitörölni a böngészőm előzményeit!
Dancsó, Dancsó, Dancsó. Túlvad vagy, Dancsó. Nem az a félős fajta. A kiégett blogger semmire se jó ám. Éges egy erbetűt a rohadék arcába. A lánynak is. Vidd el őket a Greenville-i vásárra. És add el. Mindkettőt. Külön-külön. Ezt itt. Nagyon olcsón kínáljátok. You better call the police, call the coroner. Filmeket általában úgy választom ki, hogy legyen vizuálisan érdekes, amiből aztán sok point ki lehet hozni. Emellett pedig legyen népszerű is, mert egy népszerű filmnek a történetét már nem kell újra elmesélni, hiszen mindenki ismeri. Így azonnal rá lehet térni a tárgyra. Péter, látom, hogy videókkal foglalkozol, és látom, hogy ez a szartokat nem tetszik. Szeretném látni a diplomádat egy neves filmművészeti egyetem rendező, vágó és dramaturg szakirányára. Plusz legalább egy bölcsész diplomát. Mutass egy publikációs jegyzéket a nemzetközileg jegyzett folyóiratokból, ahol megjelentek a tanulmányai. Továbbá egy listát, hogy milyen filmfesztiválokon milyen helyezéseket nyertek a munkáit. Most ezzel sokat gondolkodtam, hogy miről is szólhatna a film. És arra jutottam, hogy arról szólna a film, hogy úgynevezett T-rexek, robot T-rexek megtámadják a Földet, és egy csapat YouTube-osnak kell megmenteni azt a pusztulástól. És én is ott lennék a csapatban természetesen, és engem Jaden Smith játszana. Csak úgy vállalnám a filmet, hogyha ő játszik engem. TV-ben sugárzott Potemix reklámokon keresztül próbálják meg elfoglalni az emberek tudatát, ami sikerül is nekik, és az egész emberiség a YouTube-osok ellen fordul. Ekkor elérkezik hát a végső küzdelem, ahol a YouTube-osok összecsapnak a tévésekkel, miközben az élőadás már elkezdődött. Kb. Erről szólna. Nagy vonalakban. Egy olyan úton indultál el, ahol nem tarthatok veled. Mától nem ismerjük egymást. Rabszolga vagy. A lökvénytiki bányaműveknél. Mostantól, halálod napjáig, egész nap, minden nap, egy kőtörő kalapáccsal adonázhatsz, hogy nagy kövekből kicsiket faragj. Amikor megérkezel, megfosztanak a nevettől, adnak egy számot és egy kalapácsot, és azt ordítsák munkára. Egy cifra beszólás, és kivágják a nyelved. Értenek hozzá, nem fogsz elbérezni. Ó, nagyon értik a dolgukat. Dolgoztatni fognak. Egész nap. Minden nap. Míg bekrepel a hátad. Akkor fejbevasznak a kalapáccsal, aztán bevágnak a nikkerverembe. És ott véget is ér a történeted.